Kedves nézőink, önök a Huszárvágás című magyarságról szóló műsorunkat látják. Botos Eszter a kedves vendégem, aki ősi magyar nyelv kódfejtőjeként szerepel itt ma nálunk. Ezt a kedves nevet ugye én találtam ki neked, de nagy tisztelettel, alázattal elfogadtad. Köszönöm szépen. És a nyirkai jóslat az egy régi kedvenc témám, elolvastam, nagyon sok mindent megértettem belőle, de igazából nem akart vállalkozni senki, hogy erről a témáról itt a stúdióban, a képernyő előtt beszélgessen. Milyennek az oka szerinted? Először is mi ez a nyirkai jóslat, honnan származik? Szerinted mi ez a félelem, amiért nem igen szeretnek erről beszélni? Hát, hogy visszafele gömbölítsem, tehát a félelem valószínű abból ered, hogy félelem, hogy nem ismerik az egészet. Igen, tehát a kérdőjel, amiről a múltkori adásban már beszéltünk, tehát, hogy ugye bizonytalantól, az ismeretlentől általában félünk, és a jóslatokat amúgy is egyfajta ilyen, hát, tagadás, félelem veszi körül, bizalmatlanság leginkább talán, és a megdöbbentő viszont ez egy magyar jóslat, minden eddigi jóslattal ellentétesen, és csak egy 70 éves múltra tekint vissza, nincs még egészen 70 éve. 47-48 nyarán magyar táltosok, 5 férfi és 2 asszony hozta le ezt a jóslatot. Tehát tartottak egy szert, és egy szeánszot, és akkor ott... Igen, ott kapták ezt 70 évre előre, ami 2018-ban fog lejárni. A megdöbbentő része a dolognak, aki ezzel kicsit foglalkozik, és ezért kell elolvasni nem csak az utolsó végkimenetet, ami egyébként jó, tehát úgy nagyon aggódnunk nem kell, de most 2013 márciusát írunk, és van még 6 évünk, hogy minden szebbre forduljon, és addig nagyon kemény élete lesz a magyarságnak a jóslat szerint. Igen, az kemény lesz az utolsó 6 év, a vége jó, de amiatt el kellene olvasni mégis az elejét is, hogy lássuk mennyire hiteles. Eddig úgy érzem, hogy szinte betűről betűre minden. Mondjuk meg egy kis példát. Mondjuk az 1956-os eseményekről. Hát például az 56-os események, igen, hát egészen szinte betűről betűre el lehet olvasni benne. Szó van ugye hát hogy milyen szimbolikát használ, talán a legjobb akkor idéznem, ugye szó van ugye a nevén szólított öregről, aki ugye Nagy Imre volt, aki aztán később mint tétovázó öreg is előfordul a szövegben. Aztán szóba kerül a 4 folyóvárosának igaz embere, aki ugye az 56-os eseményeket követően került hatalomra. Az igaz embere, nem, ő volt a Szigeti Attila, aki a 4 folyóváros őr, és a Dunántúli Nemzeti Tanács elnökeként ugye kiugrott egy ablakból, és ez az esemény is megvan örökítve a szövegben, az 56-os események kapcsán. Aztán a Vasmacskák városának fattya volt az illető, aki utána hosszú ideig hatalmon volt. Csermanek János néven született, később lett belőle Kádár János. És hát körülbelül ilyen a nagyon fontos szimbólum az ezek, ami egyszerűen ilyen nagybetűkkel van mindig írva, a kereszténységre utal, ezek papjaiként emlegeti mindig a kereszténységet, és ez ugye sokat visszatér. Néhány fontosabb, hát igen, talán megemlíthetjük a mai politikai... Csillagszemű asszony, a magyarok isteni. Merünk erről 6 évről beszélni? Mik lesznek itt a jóslat szerint? Hát igazság szerint én azért kezdtem eredetileg a jóslattal foglalkozni, mert úgy éreztem, hogy minden magyarnak ismernie kell. Pontosan azért, hogy fel tudjon, ha másban nem, lélekben készülni az elkövetkezendő nehéz időkre, és azért készüljön fel a nehéz időkre, mert mint minden szülés is, ugye a vajudás előzi meg, de utána nagy öröm a megszületendő új lény, új rendszer, új társadalom, és akkor az ember nem gondol már a vajudásra. De ha viszont tudja, hogy ezt a vajudást fel kell vállalja azért, hogy az új megszülethessen tudatosabban, nagyobb lélekerővel és nagyobb kitartással, több állhatatossággal fog belevágni, azt hiszem. Tehát ezért lenne fontos, és nem elkeseredni kell a mai, hát
kemény és kegyetlen és néha reménytelen időkben, hanem egy kis erőt meríteni. Na, azt mondta az olvasó, föl egy kicsit belőle, én odaadnám neked ezt az oldalt. Ez egy kicsit visszamegy, benne van ez a kiskanász dolog, és egy kicsit előre néz. Csak ezt a hatodik oldalt egyébként azért nem szeretném a 7,5 oldalt felolvastatni Eszterrel, mert hogy amikor megnyitott ezt az oldalt, ott a fülszöveg alatt van egy kis link, ad a rákántit, és a teljes jóslatot ott el tudja olvasni az értelmezésével együtt. Ez most itt konkrétan a hetedik oldal lenne, igaz? Hát a, igen, vagy az ötödik, most nem tudom. Konkrétan az a rész, ahol valahol most tartunk. Na, ezért tettem a kezedbe. Igen, igen. Hát akkor tetejétől? Tetejét. Sokat ígér, de nem tudja szavát tartani. Ígér, ígér, de adni nem tud. Csak elvenni. Reszket, kinek vagyona van, mert sor kerülhet rá hamis vádakkal. Dézsmaszedők, vámosok sanyargatják a népet. Asszonyainkat, mint birtokolt barmot, lerángatják családi küszöbükről. Fertőző hodályokban szülni. Bábák dacolnak. Tömlőcbe vetik őket. A betüvetésben gyarló főember nem irgalmaz nekik. Az istápolásra szorulókat is sanyargatják. Félnek segélyért esdekelni, a szegényt leköpesztik, a gazdagot zsarolják. A kiskanász hegyekből vár segítséget ígéretekkel. Csalódnak azok is. Forgácsolódik a nemzet. Sem az országló, sem a pártütő nem érti föladatát. Nem nyilat tör, hanem gátol. Amaz, meg dőfösen országol. Rendet vágat hamis, meg igaz hitek virágos mezején egyaránt. A 49. ráver tűzön ajazott dobjára. Ifjak sereglenek a kiskanászt szavak erejével trónfosztani. Őt bugrisok védelmezik a kányával szövetségben. Ez vérontáshoz vezethet. A csillagszemű asszony fohászkodtat a magyarok istenéhez. Annak erejét növelendő, erőtámad, sebes forgószél. Eddigre már nagy a romlás, zsíros föld hátán, szántatlan ugaron nélkülöz a nép. A gazdából napszámos lett, de kevés a lapátolni való. A fekete kányák rendje hatalomra tesz szert. Vége az oldalnak. Tehát a fekete kányák akkor még eljövendülnek, című dolog. Már itt vannak. Itt vannak. Ugye, itt hát hihetetlen vannak. Volt, amikor mondod ezt a, hogy nem engedik az asszonyokat otthon szülni. Ez ugye már megtörtént. Megtörtént. Ez a része. Igen. Vártam, mikor jön elő, hogy oltásokkal gyilkolják a gyermekeinket, címét. Akkor, na, mindenre nem terjed ki sajnos, igen, de nagyjából benne van, tehát az, hogy nem ugye az istápolásra szorulókat nem segélyezik, ezek végül is mostanában. A 49. ráver tűzön ajzod dobjára, mit jelent ez a 49? A 49. maga Máté Imre, aki megőrizte ezt a hagyományt, 49-ként a sorban, ez egy titokban őrzött akkor ősi Máté Imre egy pár gondolatot. Igen, hát Máté Imre bácsi, vagy bácsa leginkább, bácsa. Ugye? A bácsa, mint ugye rang, az őrző, akinek az volt a küldetése, hogy utolsóként megőrizze, és utána közre adja. Tehát neki az volt a feladata, hogy leírja, és közzétegye, mert eljött az idő. Erről a mozgalomról mit lehet? Ez a mozgalom, ez egy titkos mozgalom volt, nem néphagyomány, bár szájhagyomány volt benne. Könyvek jelennek meg erről. Igen, a Jotengri című könyv. Abból több is van. Négy kötetes, annak a második kötete végén a nyírkai jóslatból egy kivonat megtalálható, nem a teljes jóslat. És a magyar hagyományokat nagyon szépen ismerteti, amiket titokban őrizték táltosaink, sámányaink évszázadok alatt. És az, hogy egy csillagszemű asszony lesz a magyarság kivezetője, és kik a kányák? Hát a kányák azok azt hiszem a zsidóság így összefoglalva, amerikai pénztőke formájában. Hát akkor inkább fogalmazunk úgy, mint ez a bankár oligarchia, ez a háttérhatalom, igen, aki. Igen, egyébként igen. Minden politikai rendszert ők tartanak ma a kezükbe, igen. És nagyon sok olyan zsidó is él ebbe az országban, akik, igen, a magyar nyelv kódja szerint magyarnak vallják magukat. Igen. És nagyon fontos, hogy ne húzzunk egyenlő vonalat közéjük, mert ebből mindig baj volt a magyarság történetében. Ez így van, bár én azt vallom, és arra szeretném még felhívni az emberek figyelmét. Van egy ötsoros magyar értékrendet tükröző nagyon szép hagyományunk. Igazából ennek az eredetét nem ismerem, ez nem a Jotengridből jött hozzám se.
ezt talán itt el is mondanám, és azt szeretném ezzel kapcsolatban még, hogy aki ennek alapján tud élni, ezeknek a vonalaknak mentén, az igazából arra törekszik, hogy magyarrá nőjön föl. Ez úgy hangzik, nem ártok neked, magamért felelősséget vállalok. Nem függök tőled, véled egyenrangú vagyok, nem hazudok neked, véled tisztán szólok, nem alkuszom meg veled, küldetésemben vagyok. Életemben, földanyánkkal, égatyánkkal, s véled egy vagyok. Ez az Öskü cím alatt fut. Én volt egy ezoterikus mozgalom, még így 10 évvel, kb. 12 évvel ezelőtt a Hajógyári szigeten állt egy napház nevezetű szent hely, annak volt a bejárata fölött felvésve. Én onnan származtatom a saját életembe, de eredetét nem tudom, igazából nem tudtam rájönni, hogy honnan ered. Nyilván magyar. Az igazság, hogyha azt a jóslatot felelősséggel olvasom, már pedig én olvastam már, de most még kicsit előolvastam, nem túl sok szépet és jót tudunk az elkövetkezendő időre mondani a magyarságnak, de ugyanakkor van jövője a magyarság felének, mert hogy a jóslat azt mondja, hogy a magyarság felé ebbe az elkövetkezendő 6 évben, ebben a hosszúban sajnos elveszítjük, ami itt pontosítani szeretném. Nem tudom, hogy a magyarság, az van írva a nép fele. A nép fele, ami nem biztos, hogy csak, ugye a magyarnak lenni az nem csak egy nép, az egy minőség. És magyarnak lenni nem csak Magyarországon és magyar névvel lehet, hanem egy olyan életminőség, ugye egy értékrend igazából, magyarnak lenni, magőrzőnek lenni, ez egy értékrend, amire tulajdonképpen bárki vállalkozhat. És hogyha ezt az 5 sort, amit az előbb elmondtam, mondjuk be tudja tartani, az szerint tud élni, akkor ezt meg is tudja az életében valósítani. Az a szép abban, mint mondasz, hogy a szabad akaratban hiszel ezek szerint. Igen. Én se hiszem a jóslatokban, hát igen. Én se az vagyok már, aki ezelőtt 20 éve voltam, igen. És 20 év múlva meg nagyon nem az leszek már, aki most vagyok. De a jóslattal meg azért kell foglalkozni, amiért itt van a műsorban, mert ha az előző 5 oldalt felolvastam volna, akkor egy kicsit értelmezve a magyarság elmúlt 20-30-40 éves történelmének percről percre, óráról órára minden benne van. Tehát szerinted hogyan működnek a jóslatok? Tehát hogy lehet egy táltos révületben, hogy tud ilyen szavakat használni, amik utána értelmet nyernek a jövőben? Hát nagyon egyszerű, mi is amikor elmegyünk kirándulni, fölmászunk egy hegyre, onnan rálátunk a tájra. Az az illető, aki jósol, az egy olyan dimenzióban, egy olyan pozícióban van, ahol rálát az időre és a térre. Tehát van belátása, rálátása. A magyarban ezt megint ki lehet kódolgatni, ugye én is foglalkoztam, mivel a jóslat engem is izgatott, ki is az a, vagy mi is az a jóslat, hát egy olyan dolog, ahol a jós lát. És ki az a jós, az a jó ős, aki benne van az ősi szimbólumban is, ugye a yin és a yangben, tehát az a jó ős, az az eredetünk, az ok. Az nem zavar téged, hogy a yin-yang az nem ősi magyar kód, hanem egy a kínai kultúrához köthető kód? Hát így tudjuk ma. De én ezt kérdőjelezem meg. Tehát én azt gondolom, hogy ennél magyarabb szimbólum, hát lehet, hogy van még, tehát, de hogy kevés. Amikor az információ című szót magyaráztad el, akkor ugye igazából a forma és az információnak a találkozása, igen, az meg nem más, mint az ősi védikus szimbólum, ami később Salamon pecsétje lett, aztán később Dávid csillag lett, mert az jelképezi egyébként ezt az egész teremtést a számomra. Ugye neked a yin-yang jel, nekem meg ez a, amit úgy szintén egy kultúra kikölcsönzött magának, de ezekben az ősi dualitási jellemző szimbólumokban valóban ott van minden, amire szükségünk van, és hogyha a jóslat. Igen. Az érdekessége, hogy ő csak úgy tudja elmondani, amit látott a jobb agyféltekével, hogy a tükrön keresztül, és ugye ez a kommunikáció, meg az ő intelligenciájának a képessége, csak azokkal a szavakkal tudja leírni, amiket ő ismer. Igen. Tehát ő nem fogja tudni elmondani, hogy ezt Kádár Johnny-nak hívták, hanem annak a városnak a szülötte, ami egyébként, hogy visszakeresed, akkor megtalálod, hogy az őszi magyar szavaknak a mélyét, ha megnézed, és ott vannak az ősi kódok benne. Igen. Tehát azért is muszáj, hogy egy jóslat ugye nem szó szerint működik. Szerintem az nem is lenne feltétlen hiteles, mivel hogy pontosan ez a szer, amit tartottak, a megidézett, úgynevezett lábkumánya szellem, akitől ezt kaptuk, ő mondta is a végén, hogy nincs semmi kőbevésve.
mert hogy van a szabad akarat. Tehát végül is ez egy olyan dolog, a jóslat igazából egy olyan dolog, amit bárki megtehet, amikor van tapasztalat az életben, fogja tudni, hogy ha ez a dolgok így, ha én ennyit fogok enni mondjuk minden nap, akkor egy 3 hét múlva, egy hónap múlva én kövér leszek, vagy 10 kilóval több. Ha viszont ugye kevesebbet, akkor meg le tudok fogni. Tehát ezek hány tudatos egyszerű ember van 100 között szerinted per ma? Aki foglalkozik előre az, hogy mikor mit tesz, és a cselekedet és a gondolata, hogy milyen módon változtatják meg a jövőjét. 100 emberből szerinted hány ilyen van? Kevés. Nagyon kevés, de... Akkor miben bízhatunk? Az, hogy egy is elég. Egy is elég. Egy is elég. Volt már egy, aki eljött, igaz, és megváltoztatta. Igen, egy is elég. És minden nagy tanító is azt mondja, hogy ha egy tanítvány van, akire ráhagyhatja az ő tudását, már megérte. Ha egy sebb víz vagy az igen óceán tudatával, akkor már képes vagy megváltoztatni az óceánt, igaz? Igen. És te leszel óceán tudatú. Hol lehet vele találkozni? Botos Eszter tart ilyen kis műhelyeket, tanfolyamokat, hogy ezt a fajta érzéstudást átadja az embereknek, nem csak felnőttek, hanem gyerekek is jönnek hozzád, mert nekik kéne ezt megtanulni. Igen. Hol lehet vele találkozni? A Fővárosi Művelődési Ház környékén, egyébként oda most is eljárok, lehet lesz előadásom is, van egy egészségtudatos klub alakulóban, és annak részeként valahol szeptemberben én is fogok beszélni a magyar nyelvről. Mert hogy ez mindennel összefügg, az egészséggel is. Az igazság, hogy ahogy Nyirkai Jóslatról beszéltünk, én azt éreztem, hogy uram, nem vagyok erre méltó, hogy hajlékomba jöjj. Nem érzem ennek a mélységet, hogy én ezt meg tudtam érinteni, ezt a jóslatot, és itt és most szeretném a VNTV tudatos nézőit, hogyha Eszterrel valaki ideülne az én helyemre, és erről a jóslatról mélyebben tudnának beszélni, szívesen átadnám ezt a helyet, mert magyarság szempontjából szerintem nagyon fontos lenne, hogyha ezt föltárnánk mélyebb igazságába. Én csak a felszínét tudtam egy kicsit megvakargatni, és legalább ezt őszintén elismerem a kedves nézőknek. Fontos lenne ez nekünk, kedves magyar testvéreim, hogy érezzük a jóslatot, és főleg az elkövetkezendő idők jóslatát, hogy tudjuk azt elkerülni, hogy ez a nép már ne szenvedjen és ne morzsolódjon tovább, mert egyébként szenzettünk már eleget. A jóslatban vannak olyan részek is, ahol kimondottan, ugye már a jövőre vonatkozik, kimondottan felhívja a lényeges dolgokra a figyelmet, tehát mi lenne az, ami kívánatos most, például tartalékolni az élelemmel, például köreveteket építeni, amit itt elmond, ilyen kolostorszerű föld alatti építmények. Tehát, hogy ilyesmik. De ezzel azt programozom, hogy engem meg fognak támadni, meg éhezni fogok. Ha azt programozom, hogy lesz bőség, akkor az lesz. De mindig arra félek, hogy óriási géppisztolyt tartok otthon, akkor biztos egyszer megtámadnak. Mert benne van a gondolatomban, hogy engem megtámadhatnak. Ez így van, de Noé is épített egy bárkát, és a többiek meg nem. Pedig kelmefestő volt. Igen, igen. De kitelt róla, hogy jó Isten mindenkinek üzen, csak a Noé hallotta meg egyedül. Ez az. Tehát ez a jóslat is ugye most már közkézen foroghat, mert már le közvetítették hozzánk, tehát könyvbe kiadták, és most én is azon, meg még mások is sokan vagyunk, akik ezzel foglalkozunk, és próbáljuk köztudatba vinni, hogy legalább olvasgassák az emberek, ki a maga szintjén értelmezze, és vegye ki belőle a részét. Botos Eszternek megköszönöm, itt volt velünk. A jóslatot itt, még egyszer mondom, ahol elindították a filmet, a fülszöge résznél van egy kis link, rákattintanak. És még egyszer elmondom, hogy autentikusabb, úgy érzem ebben a témában, csak egy érdeklődő, felszínes ismeretem volt, amit elnézést kérek a nézőtől, de ha bárki más hitelesen tud Eszterről beszélni, szívesen látom itt ezen a helyen. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a VNTV korábbi adásait a YouTube-on, vagy a www.vntv.hu weboldalon megtalálhatják, illetve Eszternek az elérhetőségét itt kiírtuk, keressék őt. Nagyon fontos, hogy egy ilyen értékű ember fent tudjon maradni a magyarság kincseit őrizve. Ez viszont az kell, hogy eljárjátok a tanfolyamaira, a műhelyébe, hogy ő is tudjon erőgyűjteni ebben a mai világban, hogy tudjon tartalékot képezni az elkövetkezendő időkre. Na, Eszter, most erre nem számítottam, hogy most jön, de mindig a vendégé az utolsó mondat. Mit üzenél a kedves nézőnek? Hát, mindenképpen azt, hogy ne veszítsék el csüggedésüket, hogyha így... A csüggedésüket ne veszítsék el? Igen, ne veszítsék el. De várjál, a csüggedésüket veszítsék el. Igen, ugye, igen, megint tudom, a csak most vicces próbáltam lenni. Igen, tehát én azért ilyen kópés vagyok. Tehát nem szabad elkeseredni. Semmiképpen sem. A vége jó.
minden történetnek. Minden jó, ha jó a vége. Igen, minden jó, ha jó vége, de az a legjobb, ha mi is megtesszük érte a mi részünket. Én talán azt is merném javasolni, hogy talán minden nap legyünk együtt valahol egy összekapcsolódó, meditatív, vagy imában, vagy egy révülésben, vagy tűnődésben, ahogy a régi magyarok ugye csinálták, sámánjaink, és mondjuk egy megadott időben, hogy jussunk 5-ről is a 6-ra, mondjuk reggel 5:30 és 6 óra között szálljunk egy fél órát. Lára Andrásnak van egy felhívás, itt a VNTV-n elnézést, ezt nem láthattad. Ja. Ő azt mondja, hogy minden nap 10 és 11 óra között közösen révüljünk. Ja, na, ugye? Hát akkor igen, tehát hogy legyenek ezek a közös össze, hogy próbáljuk összeadni az erőnket távol létünkben is, szellemileg kapcsolódjunk össze. És igazából ez az egész forradalom, ami most zajlik, ez egy belső forradalom. Itt az elménkben zajlik, így van. És a küszöb értéket csak úgy érjük el viszont, ha... Így van. Botos Eszter, magyar ős nyelvkód fejtő huncutkát látták. Viszontlátásra. Köszönöm én is.